Sylvester Stallone-t senkinek nem kell bemutatni, a héten bemutatott Supercella 2 című filmet viszont szerintem annál inkább. Igen, ez a Supercella 2 HD-s alcímű film, ami egyébként nagyon kevés országban kerül moziba, és Amerikában és Franciaországban is DVD-n és Blu-ray-en és ilyen video on demand-en fog megjelenni. Értelemszerűen a Supercella című film folytatása, angolul Escape Plan volt a címe, ami arról szólt, hogy Stallone-nek meg kell szöknie egy nagyon kemény börtönből. Az első részben még Arnold Schwarzenegger segítségével, most a másodikban az előzetes alapján kicsit zavaros. És Dave Bautista segítségével. Igen, igen, ő is benne van, de én nem tudom, mire szól ez az egész. És ezzel Sylvester Stallone megint bekerült a magyar mozikba, én kicsit úgy érzem, hogy ez az ember már nagyjából 82 óta kiirtatatlan a magyar popkultúrából, mint ahogy egyébként Bruce Willis kb. A Die Hard óta, vagy Schwarzenegger az első Terminátor óta. Egyszerűen az emberek tudják ki, az megnézik. Viszont nem csak a magyar mozikba került be, hanem ennek apropóján a Topkornba is. Most összeszedtük azokat a jellemzőket Stallone-ról, amiket már rég ki kellett volna mondani. Szerintem ritkán kerül szóba az, hogy Stallone kifejezetten egy vicces figura tud lenni, hogyha szeretne, és ha olyan kezekben van. Tell me you're stealing my money and sleeping with my daughter? You guys see anything to be upset about? Tehát gondolj az Oscarra, vagy a pusztítónak bizonyos jeleneteire, amikor ugye a jövővel ismerkedik. Tehát egyszerűen annyira egy ilyen groteszk figura, meg annyira egy furcsa jelenség, hogyha ilyen hülye helyzetekbe kerül, akkor tök nagy humort eredményez az, hogy ő így ezekben a helyzetekben van. És ebből látszik, hogy van önkritikája. Abszolút van teljesen. Önkritikája, tehát hogy még a Tango is Cash, ami egy ilyen komolyabbnak szánt film, legalábbis én úgy gondolom, tehát a 80-as években szerintem ezt véresen komolyan vették. Ma kifejezetten viccesnek hat pont azért, mert Stallone egy ilyen, maga ugye valami olyan rendőrt játszik, aki azt hiszem broker is, vagy bankár, vagy valami, vagy csak így nevezik, és valószínűleg ilyen zakóba, öltönybe jár, ilyen hülye szemüveggel, és szerintem ez is tök vicces, és hogy lehet, mindig nagyon komolyan veszi magát, mármint hogy Stallone úgy általában a karrierében, és ez szerintem néha rosszabbul áll neki, mint amikor nem veszi komolyan magát. Pontosan, tehát én is egyre inkább azt várom már, hogy hagyja már abba ezt az állandó keménykedést a filmekben, legyen inkább önkritikusabb, tudjon magán nevetni, olyan szerepeket kéne kapnia, amikben ezt meg tudja mutatni. Basszus, úgy 71 éves. Tehát így tényleg 71 évesen most hova lövöldöz még, meg hova keménykedi ki magát minden börtönből, meg ilyenek. Nem lehet komolyan venni szerintem, mindenki csak nosztalgiából megy be ezekről. Hú, nézd már, milyen kemény a csávó tényleg. Mondjuk az is igaz, ugyanakkor, hogy a szintén nem fiatal Robert De Niro, aki mostanában már csak vígjátékokban van, és ripacskodja szarrá magát, meg nagyon nem jó, hogy ezt csinálja, és tényleg jó lenne őt újra komoly filmbe látni. Szóval ez sem feltétlenül igaz, meg nyilván nem kor függvénye. Fuck! De Stallone-ra nagyon ráférne már egy kis vígjáték szerintünk. I make my camel wear shoes. Why the hell would you make a camel wear shoes? So when I look down, I don't see any camel toe. Oh! Ehhez kapcsolódóan pedig el kell ismernünk, hogy Stallone egész egyszerűen nem tud megújulni, nem tud már újat hozni. Gyakorlatilag ugyanaz a törölmetszett akciósztár ma is, mint a 80-as években, Rockyból, Rambóból építkezik, mindegyik figurája ugyanolyan, talán a neveik mások a karaktereknek, azt hiszem, de mondjuk az Expendables-ben tudom, hogy Barney Rossnak hívják, mert elmondják sokan. Big Barney Ross. Barney Ross. Hey Barney. Barney. Come on, Barney. Jesus Ross. De egyébként ennyi, tehát ugyanaz a figura, ugyanaz az erős, igazságérzetes, mindenkit le tud győzni, de közben meg szomorú is belül figura, aki így nem tud újat adni már az ötödik Rambóban, de szerintem már a harmadikban sem, nem, hogy 30 évvel később. Rambo, az egy buzi. Igen, tehát egyszerűen Stallone mindig ugyanaz a kúthoz megy vissza, nem tudom, vizet merni, tehát hogy tényleg a felépítette fehérjét. Igen, a Rocky franchise felépítette, a Rambo franchise, most megtalálta magát az Expendables, amiből három részt csinált. Most elvileg ugye jön egy újabb Rocky film, jön egy újabb Expendables, egy újabb Rambo film, tehát hogy ezek a hogy találj már ki valami mást, haver, erőltesd már meg magad. Tessék, Supercella. Ez Supercella. Én úgy érzem, hogy neki nem sok kreatív beleszólása volt. A Supercella 1-2 és a készülő 3-ba sem. Hát pont annyi volt, hogy rábólintott, és igen, az már épp elég, hogy ez jó lesz.
a legfontosabb, amivel szembe kell néznie mindenkinek, aki találkozott már valaha Sylvester Stallone karrierjével, egyszerűen egy rossz színész, nem jó színész. Hát szar. Who are you people? We are you. Igen, tehát hogy van ugye a kortársa Schwarzenegger, akinek volt a politikai karrierje után egy ilyen megújulása, és látszott, hogy Schwarzenegger határozottan másféle filmeket akar csinálni, mint eddig. Jó, jó, oké, megcsinált egy új Terminátort, rendben van, amiben megőszült, mindegy. De hogy volt egy csomó, ugye volt az a zombi film, amikor a lánya zombi lesz. Nyilván a címére sem emlékszem az egyiknek sem, meg nem is voltak jó filmek kifejezetten, de hogy látod így a próbálkozást, hogy Schwarzeneggernek elege van abból, hogy nem tudom, oda teleportálják a jövőből, és akkor egy szám pöcsben így feláll sokkal egy ilyen sikátorban. Sokkal színesebb a palettája. De hogy Stallone meg nem, tehát nem is próbálkozik ezzel. Tehát most érted, a Supercella karaktere az bármelyik karaktere lehetne az utóbbi 40 évben. Bárni. Igen, bárni lehetne. Azért nem eszik olyan forrónak ását, hiszen hát két Oscar jelölése is van Slynak, az egyik ugye Rockyért, a másik pedig Rockyért, aki már ugye az Apollo fia Creed című filmben volt. I would die a happy man, right then. Not gonna happen. Igen, ő abban nagyon jó volt szerintem. Igen, tök jó volt, de ez is mit jelent, hogy a kitartás hozza meg a gyümölcsét, a majdnem 40 évnyi áldozatos munka, hogy ugyanazt a rohadt karaktert játsz. Minden egyes filmben. Tessék, tehát tényleg jó, így, oké, okay, tehát olyan, mintha nem tudom, Davis szűséből lenne, nem tudom, a Poirot után megkapna. Jó, már addig csináltad, tessék, ugye. Csak most már hagyd abba, de még mindig nem hagyja abba. Igen, még mindig nem hagyja abba, mindig készülnek az újak. Úgyhogy nézzétek meg szépen a Supercellát, ugyanolyan lesz, mint az összes többi valószínűleg. Igen, nem. Tessék, mehet! Jó, mondom, ne nyúlj hozzá! Hagyjad úgy! Remélem, van egy mappa ezekből, amiket majd így szilveszterkor kirakunk.